Na sziasztok srácok, üdvözlök mindenkit, elérkeztünk egy újabb Red Dead Redemption 2 easter egg-ek és érdekességek részhez. Ez most már egészen pontosan a 18. epizód lesz, én pedig nem is szeretném tovább húzni az időt, lássuk milyen rejtélyeket tartogat még magában ez a fantasztikus játék, és ez az elképesztő vadnyugat. Első, UFO. Többször is volt már szó a rejtélyes idegenekről a sorozat korábbi részeiben, és most újra egy ilyen azonosítatlan repülő tárgyba, azaz egy UFO-ba botlottam, amennyiben hajnali 1 óra kora térképen látott helyre, vagyis Mount Shone-ba látogattok, meg fog jelenni egy UFO, sajnos mindössze néhány másodpercig, láthatjuk majd csak az égbolton, mert utána felszáll és eltűnik végleg, de így is egy nagyon érdekes easter egg ez, és ahogy már említettem, nem ez az első ilyen utalás a földön kívüliekre a játékban. Második, a szellemvonat. A játékban felfedezhetünk egy rendkívül különös és hát eléggé ijesztő eseményt, ugyanis Scarlet Meadows területén pontban hajnali 3 órakor, hogyha jó helyre állunk be jó időben, akkor észrevehetünk egy szellemvonatot elsuhanni mellettünk, ami hát nem is tudom, rendkívül különös látvány, nem tudom, hogy tudhatnám leírni. Ez, hogyha jól tudom, egyetlen egyszer történik meg a játékban, szóval fontos, hogy részen legyetek, amennyiben pedig nem jelenne meg valamilyen okból kifolyólag, a közelben sátrazzatok le, aludjatok egy jót, és próbáljátok újra. Harmadik, aranyrudak. A Kotora Springs alatt fekvő területen a vasúti sínek mellett egy kisiklott vonatra és annak a szállítmányaira lehetünk figyelmesek, a vagonokat átkutatva pedig rendkívül értékes tárgyakat szerezhetünk meg, mint például némi készpénzt, aranyrudakat és több értékes ékszert is. A második vagonban már egy picit nehézkesebb a bejutás, azonban mutatom a módszert a videóban, amivel meg tudjátok oldani, hogy oda is bejussatok. És elég régóta itt lehet már egyébként ez a vonat és a hozzátartozó vagonok, ennek tudatában pedig nagyon érdekes, hogy senki sem fosztotta még ki a kincses ládákat, úgy látszik mások nem voltak ilyen bátrak, mint mi. Negyedik, a titkos Valentine jelenet. Nos, nem is tudom, mit mondhatnék igazából. Valentine-ban sétálva egyszer csak 2 fiatalabb srácra lettem figyelmes, amint hát éppen, hogy is mondjam, kukkoltak valakiket az ablakból, akik nos, egy igen érdekes helyzetben voltak láthatóak, de talán jobb is, hogyha nem mondok többet, beszéljenek inkább helyettem a látottak. You don't see every day. Guess he ain't such a big tough cowboy after all. Ah, poor baby. Did mama never hold you? Reckon you might have held him too much. We can't keep this to ourselves. It would be wrong. Hell no. The town has a right to know. Big Hank likes a spank. Oh, come on, let's go. I can't take any more of this. Ugh. So damn funny, anyway. Well, I've been a bad boy again, Mama. A bad, bad boy. Yes, you have. Oh, don't go easy, Mama. I need to be taught a lesson. Oh, yeah, that's more like it. Close the drapes! If you tell us so, I swear I'll kill you! Thank you for the show! 5. A vadember. Az utolsó easter eggünkben egy rendkívül furcsa emberrel ismerkedhetünk meg, akit csak vadembernek hívnak. Elmesélem a történetét, hogy megértsétek magát az easter egget.
1881-ben a nála talált feljegyzések szerint egy normális fiú volt, aki a szüleivel élt szeretetben. Ekkor azonban az apja megajándékozta egy puskával, egészen pontosan egy shotgunnal, és vadászni vitte magával, a fiatal fiú azonban ezt nem igazán élvezte, sőt, igazából feldühítette a rengeteg megölt madárnak a látványa, ennek köszönhetően pedig végül úgy döntött, hogy elhagyja a családját, és egyedül marad a vadonban. 1882-ben aztán a fiú talált egy csapat farkast, akikkel összebarátkozott, és hát a végére már úgy érezte, hogy kötődnek hozzá, majd valamikor 82 és 89 között a férfi elkezdett együtt élni a farkasokkal, és ekkor kapta a vadember nevet is. Innentől kezdve pedig elkezdte utánozni a farkasokat, mind a cselekedeteiket, mind pedig a hangjukat lemásolta, és ez volt az a pillanat, amelytől kezdve megszabadult a ruháitól, és csupán egyetlen késsel vadászni kezdett. Ezt tudtuk meg róla a saját feljegyzései alapján, egyébként ő vele kettő alkalommal lehet találkozni, az első alkalommal lehetetlen elkapni vagy üldözni, ugyanis hívja az üvöltésével a farkasokat, amint meglát minket, és még hogyha sikerül is megülnünk az ellenünk harcoló állatokat, egész egyszerűen eltűnik a férfi, másodszorra azonban már utolérhetjük, és hogyha ügyesek vagyunk, el is vezet minket a titkos barlangjához, ahol aztán minden eddiginél szürreálisabb jelenetek játszódnak le. I'm intruding. Hát igen, ahogy láthattátok is, megtámadott minket a farkasaival, amelyekkel valószínűleg együtt élt ebben a barlangban. Arthur hozzá is vágja, miután megöltük az állatokat, hogy mégis mire számítottál, mi fog történni, mi a francért élsz idekint a vadonban ilyen módon. Úgyhogy én ezekkel a képkockákkal meg is köszönöm mindenkinek a figyelmet, vészesen fogynak sajnos az easter egg-ek, de pár rész még mindenképpen várható, úgyhogy kérlek titeket, hogyha szeretitek vagy szerettétek ezt a sorozatot, akkor dobjatok rá egy lájkot, hamarosan találkozunk, én Dani voltam, sziasztok!